Üzenetértéke van annak, hogy Kárpátalján tartotta első kihelyezett ülését a karitatív tanács, jelezve ezzel a kárpátaljai magyarságnak és az ukrán embereknek, hogy a magyar emberek, Magyarország nem feledkezett meg róluk, és továbbra is számíthatnak a támogatásukra. Jelentette ki ma Beregszászon Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. A karitatív tanács tagjai csaknem 10 millió forint értékű pénz, élelmiszer és egyéb adomány nyújtottak át a kárpátaljai társszervezeteiknek. A gyermek étkeztetést a rászorulók ingyen konyhai élelmezését szolgáló adomány az idén januárban Magyarországon szervezett lakossági gyűjtés eredménye. A katolikus karitász egy kis busz adományozott a kárpátaljai Szent Márton karitásznak. Április közepéig kell a karitatív szervezeteknek összegyűjteniük azt a hatalmas nagy felajánlási javaslatsort, aminek eredményeképpen április végén, májusban egy újabb nagy kamionos szállítmányt tudunk eljutatni mind Kárpátaljára, mind pedig a Hágon túl Ukrajna többi területére. Bízunk benne, hogy legalább annyi lesz, mint a tavalyi 8 kamionnyi, és bízunk abban, hogy sok-sok embernek tudunk segíteni, rászorultaknak. Hittől, vallástól, felekezettől és teljesen természetesen nemzetiségtől függetlenül. A szurvány magyarság körében egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása. A legnagyobb problémát azonban a tanárhiány jelenti. Többek közt erről szólt a KMPS idei első szurvány konferenciája Beregszászban. Kalandvágy, mert azért Beregszászból 200 kilométerre elutazni Körösmezőre nagyon, nagyon be kell vállalni a dolgot. Hát szép környezet, kihívás, de egy nagyon áldásos dolog, hiszen amikor a tanár kimegy és meg tudja tanítani a gyerekeket magyar nyelvre, írni, olvasni, az már egy plusz dolog. Tehát teljesen másképpen folyik az oktatás szorványvidéken, mint egy magyar tannyelvű iskolában. Tanárhiány van. A probléma már nem csupán a szorványoktatásban, hanem a tömb magyarság iskoláiban is érezteti a hatását. Berki Károly, a KMPS irodavezetője, a szorványoktatás helyzetéről beszélt. Mint mondta, 10 éve még tanultak diákok a Beregszászi főiskolán szorvány településekről, akik a diploma megszerzése után visszatértek lakóhelyükre és magyar nyelvet oktattak. Jelenleg szinte évente cserélődnek a tanárok a szorványban az elvándorlás miatt. Hangsúlyozta, hogy a KMPS és a Rákóczi főiskola mindent megtesz azért, hogy folyamatosan legyenek magyar nyelvet oktató tanárok a kárpátaljai szorványban. Jelenleg ugye az a helyzet, hogy a szorványban is problémákkal küzdünk. Szinte évente vagy két évente cserélni kell az dolgozókat, oktatókat, tanárokat, ugyanis elég nagy az elvándorlás a szorványban is. Egyelőre viszont még eddig meg tudjuk oldani ezeket a szorvány problémákat, természetesen a főiskola segítségével. Nyílt titok, hogy az ukrajnai oktatásban mennyi egy átlagos tanárbére, ugye? Természetesen így nem csak a szorványban, hanem még a tömbben is eléggé nehéz az oktatás, eléggé nehéz a megélhetés, de a Pedagógus Szövetség megpróbál azért plusz támogatást nyújtani a szorványban, tehát egy kicsikét ugye lelket is önteni a szorványban. A KMPS munkatársai állandó munkakapcsolatban vannak a Felső-Tisza-vidéken oktató tanárokkal, lehetőség szerint szemléltető és technikai eszközökkel látják el a pedagógusokat. Szavaló versenyeket, táborokat szerveznek a gyerekek számára. A szövetség a vasárnapi iskolák eredményes munkájának tekinti, hogy évről évre van szorványvidékről érkezett felvételizője és hallgatója a kárpátaljai magyar főiskolának. A KMPS szorványprogramjába 19 hegyvidéki település tartozik Szolyvától Körösmezőig. Köztük 4 helyen iskolai oktatás, a többi helységben vasárnapi iskola keretében tanítják a magyar nyelvet. Mintegy 700, elsősorban vegyes házasságból született magyar felmenőkkel is rendelkező diák részesül szorványoktatásban. A szakemberek szerint a következő 1-2 évet kell átvészelni Kárpátalján, utána valószínűleg javulni fog a magyar oktatás helyzete a régióban.